Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Arénát, a Szombathelyi Televízió heti rendszerességgel jelentkező sportmagazinját látják, melynek mai adásában három sportággal foglalkozunk majd részletesebben, ezek pedig sorrendben a vízilabda, a kosárlabda, valamint az asztali tenisz. Emellett pedig megpróbálunk egy pici ünnepi hangulatot ide varázsolni a stúdióba, de most még nem karácsonyra gondolok, hanem legelőször is láthatnak majd egy összefoglalót a Haladás VSE új sportkomplexumának átadó ünnepségéről, egészen pontosan átadó ünnepségeiről, ugyanis a munkacsarnokot és a stadiont két külön rendezvény keretében adták át. Emellett pedig megtisztel a mai napon bennünket Szombathely egyik legfrissebb kitüntetettje, aki Szombathely sportjáért életmű díjat vehetett át a Szent Márton Gála keretében. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan kitalálták, hogy kiről van szó, de hát akkor legyen a meglepetés majd akkor, amikor beszélgethetek itt a sikeres edzővel, a Magyar Atlétikai Szövetség egyik vezetőbeosztású dolgozójával, és akkor még könnyebbé tettem azt, hogy kitalálják, hogy kiről is van szó. Emellett pedig akkor természetesen a mai napon is lesz sorsolás. A Svitelszki Haladás VSE által felajánlott szezonbérletet sorsoljuk ki a mai napon, ami itt van a kezemben. Ez ugye a futszál szezonra szól, természetesen lesz majd rájátszás is. A rájátszásra is érvényes ez a bérlet. A múltkori alkalommal nagyon sokan küldtek SMS-t, akkor mondjuk ugye a Falkó bérletet sorsoltunk. Én remélem, hogy a mai napon is sokan tisztelnek meg bennünket az üzenetekkel. Az SMS számunk pedig a 20 507 31 81-es, tehát ide várjuk akár a kérdéseket, akár a véleményüket, és akkor következzen az első ünnepi pillanat, nézzük meg azt az összefoglalót, melyet a sportkomplexum átadó ünnepségeiről készítettünk. Másfél év alatt valamivel több mint 15 milliárd forintból készült el a Haladás VSE új sportkomplexuma. A csodálatos új létesítményt két részletben adtak át. Elsőként a munkacsarnok avatása történt meg. Puskás Tivadar ünnepi köszöntője után Homlok Zsolt, a 98 esztendős sportegyesület elnöke ecsetelte a beruházás jelentőségét. Mi azt gondoljuk, hogy visszajöttünk az otthonunkba, tehát ez nem új otthon, csak egy átalakítás történt. Ebben az új otthonban mindenképp európai körülmények között tudunk felkészülni, tudjuk a munkánkat végezni, és mi ennek kapcsán több tagot, több szurkolót és jobb eredményeket várunk a jövőben. Utánpótlás szempontjából mit jelenthet ez, meg gondolom, hogyha egy szülő ide kihozza a gyermekét, akkor mind a kettő úgy gondolja, hogy ide akar jönni sportolni? Igen, a létesítmény elhelyezkedése, a városba történő beillesztése, a környezet, az egy olyan jellegű idilli állapot, hogy mentén szülőként, családapaként is a szülő, megérkezik, itt tudja hagyni a gyermekét. Mi azt várjuk ettől, hogy ebben a környezetben több gyerek fog érkezni hozzánk, és a létesítménynek a méretezésénél ezeket a szempontokat már figyelembe vettük. Az új sportkomplexum minden bizonnyal jelentős mértékben hozzájárulhat majd a taglétszám emelkedéséhez. A klubnál elsősorban gyerekek tömeges jelentkezésére számítanak, így valószínűleg rövid időn belül sikerülhet megduplázni a jelenlegi 600 fős létszámot. A sportnak köszönhetően pedig egy egészségesebb nemzedék nőhet fel. Egy új találkozási lehetőséget jelent egymással és az egészséges életmódot jelentő sporttal. A sport az ifjúság nevelésének semmi mással nem pótolható eszköze. A rendszeres sportolás révén tanulnak meg egymással együttműködni, a szabályokat betartani, örülni a győzelemnek és elviselni a vereséget. Ezek olyan képességek, amelyek tudása nélkül nem lehet sikeresen felnőttként élni. Ennél is sokkal lényegesebb, hogy a sportra költött minden egyes forint az az egészség megóvását szolgálja, és ebben az értelemben egészségügyi kiadás. Hiszen a legeslegolcsóbb nem gyógyítási, hanem betegség megelőzési módszer az egészséges életmód révén elkerülni a megbetegedéseket, kitolni az egészségben eltöltött éveknek a határát. Tehát ebben az értelemben egészségügyi kiadás is minden fillér, amit a sport létesítményekre költünk, hiszen sportolni nem lehet, akárhol az létesítmények kellenek. De ha mindezt közelebbről megnézzük, akkor azért azt látjuk, hogy csak a Markusovszki kórházra egyedül Szombathelyen 2010 óta lényegesen több mint 17 milliárd forintot költött az ország különböző beruházások és fejlesztések formájában. Ezek közül kiemelendő nyilván az új belgyógyászati tömb, de a műtőblokk megújítása, a vérellátó felújítása, folytatódik ez a folyamat.
tehát az egészségügyünk óriási léptekkel fog fejlődni a jövőben is. Reményeink szerint az elkövetkezendő hónapokban teljesen meg fog újulni a sebészeti tömbje a Markusovszki kórháznak, és a modern belgyógyászati tömbhöz hasonló szintű szolgáltatást fog nyújtani a betegeknek, ami azt gondolom óriási nagy dolog. De ezt a kettőt nem szabad szembeállítani egymással, hogy vagy-vagy is-is. És egyébként amit a sportra költünk, azt egyben az egészségre is költjük. Az esti programban pedig a közel 9000 férőhelyen rendelkező stadiont adták át. A rendkívül látványos és szórakoztató műsorban a zene és a tánc játszotta a főszerepet. A program csúcspontja pedig az a gálamérkőzés volt, melyen a szombathelyi Svitelszki Hadás labdarúgó csapata 3-1 arányban legyőzte a horvát pontvadászat második helyen álló Eszék együttesét. Kedves nézőink, gyorsan elmondanám akkor még egyszer, az SMS számunkat 20 507 31 81, erre várjuk az üzeneteket, és a díj a mai napon, amit kisorsolunk, az egy szezonbérlet a Svitelszki Ladás VSF utcán mérkőzéseire, és akkor gyorsan váltsunk is sportágat, vízilabda következik, egészen pontosan az Avus, Matajsz Márk vezetőedzőt és Kis Csaba vízilabdázót köszöntöm itt, sziasztok, jó estet kívánok! Jó estet! Az első... Ne legyen kérdés, én megmondom őszintén, hogy ez a teljesítmény, amit eddig ti nyújtottatok, én személy szerint maximális elégedetlenek és gratulálok. Nem tudom, hogy te ezt a 6 fordulót hogyan értékeled, de szerintem ez a 3 pont, ez egy teljesen jó szereplés. Hát igen, én is úgy értékelem, hogy 3 felé bontanám. Tehát az első 2 fordulóval játszottunk a Szolnok és a Ferencváros csapatával, az nekünk egy ilyen tanuló pénz volt, a világ legjobb játékosaival tudtunk játszani, a fiatalok megismerték ennek az egésznek a légkörét. Utána Pesten játszottunk a BVSC-vel, egy nagyon jó kiélezett mérkőzés, ott sajnos alul maradtunk 2 góllal, utána hazépályán megvertük a Kaposvárt, amire úgy gondolom senki nem nagyon számított, nem számíthatott, mert nem tudtuk mi sem, hogy hol tartunk. Egy nagyon jó mérkőzésen tudtunk nyerni, illetve előtte, bocsánat, volt egy vasas mérkőzésünk, ahol végig vezettünk, az egy kicsit olyan csalódás volt számomra, mert egy nyert mérkőzést engedtünk a kezünk közül, de végül is egy vasastól kaptunk ki, aki egy világhírű csapat. Tehát összességében 6 mérkőzés, azt mondom, hogy a 3 pont abszolút elégedett vagyok. Mérkőzésről mérkőzésre tudtunk fejlődni. Akár azt is kérdezhetem, Csaba, hogy mennyivel másabb kávéház az első osztály, mint a második volt, de tőled ilyet nem kérdezek. Már csak azért sem, mert játszottál bőven eleget az élvonalban. Viszont az egyértelműen szerintem nagyon sokat számít, hogy a csapat milyen összeérettségi fokon áll jelen pillanatban. Tehát, hogy ezek az eredmények mennyit javulhatnak majd akkor, amikor már enyhe túlzással élve egymás gondolatait is ismeritek majd. Ezek azt gondolom, hogy évek, hogyha eljusson egy csapat, csapaton belül a játékosok olyan szintre, hogy egymás gondolatát is ismerjék, az érezhető abszolút, hogy mióta elkezdtünk dolgozni, edzésről edzésre ebből a szempontból is javul a helyzet, tehát nem csak egyénenként fejlődünk, hanem csapatként is, szerkezetileg is kezdünk úgy összeszokni, amire lehet építeni, és ezek már visszaköszönnek a mérkőzéseken. Nyilván nagyon sok időt töltünk az uszodában, az edzőteremben, sok időt töltünk gyakorlással, videózással, ezek mind-mind segítik azt, hogy az éles helyzetekben, amik már voltak is az elmúlt bajnokik során, és lesznek is még a hátralévő időszakban, azokban kihúzzanak minket majd a bajból olyan kapcsolatok, akár 2-es, 3-as, 4-es kapcsolatok, amelyek gólt vagy ellenfél által lőtt gólt tudnak megakadályozni, esetleg mi tudunk belőle szerezni. Úgyhogy ezek fontos tényezők lesznek, hogy ezeket tudjuk tovább építeni, de úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Az biztos, mert én megmondom őszintén, hogy nagyon megijedtem akkor, amikor megnéztem a hazai rendezésű felkészülési tornát. Én megmondom őszintén, többet vártam. Tehát én azt hittem, hogy ott azért legalább 1-2 csapatot megcsipünk. Ehhez képest ugye a lista végén zártuk azt a tornát, viszont az alapnak gondolom nem volt rossz, mert ott volt tényleg igazából az, hogy a játékosok elkezdték megismerni a játékrendszert, amit elképzelsz, úgy kezdtek muzsikálni, ahogyan te szeretnéd. Hát igazából én ott sokat nem várhattam attól a tornától. Egy hónapja volt, hogy elkezdtünk dolgozni július végén, erős csapatokat hívtunk direkt, játszottunk 5 mérkőzést 2 nap alatt, egy órási sorozat terhelés volt, amivel nem találkoztak ezek a játékosok, ezzel a ritmusú játékkal nem találkoztak. Voltak ott is jó momentumok, nyilván voltak rosszak is, de én mondom, sokat ettől a tornától nem vártam, nem is voltam elkeseredve, mert ez volt a lényeg, hogy előjöjjenek azok a hibák, amiket megnéztünk videón, és ebből tudunk majd táplálkozni, javítani.
utána jött a Magyar Kupa selejtező, ott már egy szinten följebb léptünk, ott is játszottunk jó mérkőzést a Szegeddel, a Kaposvárral, lép, hogy kikaptunk. Tehát én azért mondtam, hogy hétről hétről, hogy Csabi is mondta, edzésről edzésre ez a csapat tud fejlődni, a potenciál benne van, fejlődés benne van a csapatban, óriási türelemre van szüksége, felőlem is részemről, a vezetőség és a szurkolók részéről, amit hál' Istennek megkapunk, hinni kell magunkba, dolgozni kell tovább, és ennek úgy érzem meg lesz az eredménye. Lényegében most már 6 mérkőzés megvolt, egy csapat van még, akivel nem játszottatok, ugye az UVS-e. Hogy ítéled meg, milyenek az esélyek? Ugye ez a minimális cél, vagy maximális, hogy bent maradjunk? Így van, bentmaradás a cél, és ez elengedhetetlen az, hogy, hogy az UVS-ét megverjük. Én úgy gondolom, hogy eddig minden mérkőzésen úgy ugrottunk medencébe, hogy nem volt a vállunkon teher. Menjünk oda, próbáljuk meg. És lehet, hogy sikerül, hiszen papíron erősebb csapatok ellen szálltunk medencébe. Ugye a Vasas ellen hazai pályán még befizettük a tanuló pénzt, de a Kaposvár ellen már nem hagytuk, hogy kiénekeljék a sajtot a szánkból. Azt a fölényt, amiben esetleg volt a Kaposvár fizikálisan, vagy akár rutinban, azt tudtuk pótolni lelkesedéssel, alázattal, akarattal. Az UVS-ével kapcsolatban szerintem más a helyzet. Elékezünk egy olyan mérkőzéshez, ahol igenis esélyesek vagyunk. Ezt az esélyességet, ezt be kell bizonyítanunk, és 3 ponttal kell távoznunk majd Budapesten, akár milyenek az árán is. Én is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog majd lecsapódni a csapaton, ez a esélyesség. Már mondhatjuk azt, jó érzés ezt kimondani, azt gondolom szombathelyi vízilabdázóként, hogy az OB1-ben egy mérkőzés előtt esélyesek vagyunk, de esélyesek vagyunk, van már 3 pontunk, nagyon-nagyon szép lenne a karácsonyunk, hogyha ez a vízilabda az egy nagyon-nagyon szubjektív sportág. Nemrég láttam az európai szuperkupa döntőjét 2 magyar csapattal. Hát nagyon sokszor csodálkoztam az ítéleten, hogy a fenébe is jött ki a játékvezetőknek az. Viszont el lehet mondani azt, hogy nagyon sokat számít az, hogy még csapatnak mekkora a respektje. Mi ebben hogy állunk? Mert ahogy a tudósításokat olvastam mondjuk a BVSC ellen idegenben, vagy esetleg itthon a Vasas ellen nagyobb esélyünk lett volna, hogyha mondjuk a játékvezetők egy egyenlő esélyt adnak a csapatoknak. Igazából nem volt probléma a játékvezetéssel, tehát ezt el kell fogadnunk, hogy nem nekünk fognak úgymond fújni. Tehát ki kell érdemelni, ki kell harcolni a respektet. Ez a Vasasnak mondom 20 évébe tellett, a többi csapat is már évek óta benn van az OB1-ben, válogatott olimpiai bajnok játékosai vannak. Én nem is várom el, hogy nekünk fújjanak. Egyenlő mércével mérjenek bennünket. Nem azon múlott egyik mérkőzés sem, a rutintalanságunk, a szituációknak a reagálása. Nekem az volt a legboldogabb dolog, hogy a BVSZ-es után például Mersz Tamás fölhívott, érdeklődött játékosok iránt, akik a csapatomban játszottak, mondta, hogy jól választott, hogy ezt a mérkőzést választotta azon a hétvégén, vagy azon a fordulóban. Tehát tetszett neki a játékunk, nekem ez mindent elárul, tehát ennél több nem kell. Ez önbizalmat ad nekem is, a játék csapatnak is elmondtam. Hát igazatóval most se szeretek foglalkozni. Nevesítsed már akkor, kik után érdeklődött, hogy a szövetségi kapitányról van szó, a felnőtt szövetségi kapitányról van igen, szó. Igen, a Eckler Bendegúz iránt érdeklődött, elmondom őszintén. Tetszett nagyon a játéka, nem csak azért, mert gólokat lőtt, hanem maga a mozgása. És kérdezte, hogy ki ez a srác. És látta, utána nézett a MVLS-en, a honlapon, hogy még csak 17 éves. És mondta, hogy fogja figyelni, ajánlja a többi szövetségi edzőnek, úgymond a lentebb lévőknek. Ez neki is egy óriási lökés, nyilván nem szabad, hogy elszálljon tőle, de mondom, maga a mérkőzés is azt mondta, hogy tetszett neki a játékunk. Ez mindent elmond. Ugye Eckler saját nevelésű játékosunk. Nagyon sok szó esik mostában a sajtóban például Kovácsról, aki a kapuban áll, és ő is egy fiatalember. Milyen érzés ezek a szombathelyi, hát, hogy mondjam, Csikó csapattal együtt játszani, ahol te képviseled a rutint? Mennyire nehéz a dolgod, hogy fenntartsad akár a fegyelmet bent a vízben, vagy tényleg lelkesítsed őket akkor, amikor mondjuk adott esetben egy 20-as van mondjuk a mínuszba, a BL győztes ellen mondjuk. Itt az előbb említetted a felkészülési tornát. Most csak egy érdekesség erejéig oda visszakanyarodva. Én azt láttam a csapat nagy részén, hogy az egy sokként érte őket. Mm. Hogy az OB1 az egy egészen másik történet, mint az OB1B. Én ezt tudtam, hiszen láttam már OB1B-s mérkőzéseket a nyár folyamán, és láttam, hogy óriási lesz a váltás. Ezek a fiatal srácok, de mondhatom az egész csapatra, nagyon-nagyon jól kezelték.
az, hogy ilyen fiatal Szombathelyi nevelésű játékosokkal vagyok körülve, ez nekem nagyon-nagyon pozitív, nagyon sokat jelent. Azt gondolom, hogy a városnak is nagyon sokat kell, hogy jelentsen, hiszen az OB1-ben talán mi vagyunk az a csapat, ahol a legtöbb saját nevelésű játékost képviseltetjük egy első osztályú bajnokin, és ez egy gratuláció kell, hogy legyen a városnak. Ezt meg kell lovagolni, és erre nagyon vigyázni kell. Ezek értékei, ezek a fiatal játékosok értékei a Szombathelyi vízilabdának, és itt kell őket tartani. Itt kell, hogy fejlődjenek tovább. Az látszik, már az előbb említette a Márkó, ugye, hogy BBSC megközés után egy 17 éves játékosunk iránt érdeklődik a Ferenc Szövetség kapitány, ennél nem kell több. És akkor még itt van az általad említett Kovács az előbb, és még folytathatnánk a sort egyébként, akik úgy gondolom, hogy egy-két éven belül ugyanígy beszélhetünk majd róluk, vagy valaki más ül itt, akkor ő fog beszélni róluk, mert nagyon-nagyon sok a jó fiatal tehetséges vízilabdázó Szombathelyen, úgyhogy ezt meg kell, hogy becsüljük, és ebben én is érzem, hogy nagy szerepem van, nagy jelentősége van annak, hogy én hogy viselkedem úszodában és osztodán kívül, úgyhogy én minden segítséget próbálok megadni ezeknek a srácoknak, hogy maradjanak azon a jó úton, ami most is vannak. Ilyenkor a téli időszak elején mindig azon törpölnek a szurkolók, akár labdarúgásról, bármelyik labdajátékról van szó, hogy vajon lesz-e jövésmenés a csapat a házatáján. Te hogy érzed, ez a keret, ami jelen pillanatban a rendelkezésedre áll, ez alkalmas arra, hogy a minimális célkitűzést, azaz a bennmaradást elérjétek, vagy pedig azért gondolkozott és esetleg abban, hogy igazoljatok? A szabály adta lehetőség, hogy a féltávnál, tehát januárban, akkor lemegy az első fordulóban rá lehetőség, de vízlabdában ez nem divat. Tehát nálunk nincs rá szükség, úgymond, tehát aki úgy érzem, aki szabad még januárban, az nem az a játékos, aki nekünk segíthetne, akkor meg felesleges idehozni. Mi úgy érzem, ez a csapat, ez a keret, ami van, maximálisan elég lesz arra, hogy a célunkat elérjük. Beszéljünk egy picit akkor az infrastruktúráról, ugye ez is fejlődött az utóbbi időben, és hát a szurkolókról, mert én azt hallom, hogy a szurkolók azért, ha nem is pontokat, de gólokat azért hoznak. Ezt hogy érzed? Abszolút, így van. Ugye az infrastruktúrát illetően egy olyan úszodában edzhetünk, amióta átadták nekünk a kisfedett úszodát, ami tényleg minden igényt kielégít. Nem foghatjuk semmilyen külső körülményre azt, hogyha esetleg a vízben nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy mi eltervezzük, mert tényleg minden körülmény egészen profi. Hát a szurkolók, az pedig nekem egy egészen zseniális és nagyon megható élmény volt. Nagyon sok helyen játszottam már pályafutásom során, de 20 gólos vereség után Vastasban még nem volt részem. Úgyhogy az, amit például a Szolnok meccsen, vagy a Vasas és a Kaposvár mérkőzésen hazai pályán a szurkolóktól kapunk, azt sokan megkérdezik tőlem, hogy halljuk egyáltalán a vízbe azt, hogy ők ott vannak, de biztosítatok mindenkit, hogy igen. Úgyhogy érdemes nekünk szurkolni, mert a nehéz pillanatokban nagyon nagy erőt adhat, nem csak nekem, hanem a csapat minden játékosának, és tényleg bár ez nem mérhető, de a végeredményt befolyásolhatja azt, hogy mennyire érezzük azt a szeretet, ami kintről árad, úgyhogy remélem, hogy még ennél is többen lesznek majd a következő mérkőzéseinken. Most viszont akkor egy idegenbeli mérkőzés következik, játszunk egy picit a gondolattal. Ha abból indulunk ki, mondjuk, hogy tizet kapunk, mert általában tizet kapunk, akkor mit játszunk az UVS-e ellen idegenben, mit tippelsz? Tudunk 11-et lőni ahhoz, hogy nyerjünk? Hát tippen nem szeretek. Nyilván tudunk ennek az UVS-nek lőni 11 gólt, de én nem szeretnék. Tehát én azt szeretném egyszer megérni, mert az a cél, hogy egy 7-4-es mérkőzés játszunk. Tehát a védelmet kell tényleg összetenni, mert nem nagyon nagy lutri arra appellálni, hogy majd egy ilyen lövő párbajba kilő többet, hogy 12-11-re nyerünk. Nyilván akárhogy, de nyerni kell egy rossz, csúnya mérkőzésen, de nem szabad belemenni egy ilyen adokkapokba, mert ez sose jó. Tehát a védekezést kell rendbe tenni, minél kevesebb gólt tartani az UVS-t, amire abszolút van lehetőség, mert jobbak vagyunk náluk, én úgy érzem, de nehéz lesz. Tipp? Győzelem. 7-4, jó. Csaba, te mit tippelsz, mit játszunk az UVS-ével? Ugye nagyon fontos, mert ezt már megbeszéltük. Igen, és hát itt arról beszéltünk az előbb, hogy védekezés, támadásokból kevés gól, magyar vízilabdázó alapvetően szeret gól dobni. Szeret kevesebb hangsúlyt fektetni a védekezésre, és inkább túllőni a sok kapott gólt, mint keveset lőni, vagy keveset kapni, és aztán nem kell olyan sokat lőni. Úgyhogy én abban bízom, az előbb a Márko mondott, hogy tényleg egy kevés gólos mérkőzésen, akár egy góllal is tudunk nyerni, én egy 6-5-tel tökéletesen elégedett lennék. Na, meglátjuk. Minden esetre köszönöm szépen, hogy befeleltetek, és nagyon sok sikert a folytatásra, legelőször is akkor idegenben a UVS ellen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig akkor folytassuk az utóbbi idők sikercsapatával, és most a bajnokságra gondolok, ugye, mert a FIBA Európa kupában a legutolsó alkalommal megbotlott a Falkó itthon, viszont most a hétvégén Debrecenben vendégeskedtek a sárga-feketék, és hát hozták a kötelezőt. Tóth Miklós
A 2017-2018-as élvonalbeli kosárlabdabajnokságban 7. alkalommal lépett pályára a Falco Vulcano Energia KC csapata. A szombathelyek annak az ugyanaz Debrecennek az otthonában játszottak, mely eddig messze-messze az előzetes várakozások felett szerepelt. Ennek megfelelően kifejezetten jól is kezdtek a hajdúságiak. Az első negyed végén 22-16-ra vezettek Berényi Sándor tanítványai. A második etapban viszont óriásit változott a játékképe. A vasiak hatalmas iramot diktálva, szabályosan állva hagyták a megszeppent hazaiakat, és gyakorlatilag 10 perc alatt eldöntötték a derbit. Térfélcserét követően a Falco enyhe túlzással élve örömkosárlabdát játszott, és végül 92-62 arányban megnyerte a derbit. FIBA Cup sok energia volt az orosz csapat is, bízom benne, de játékosok is kicsit ízok, fáradtság. A Debrecen ez nem ilyen gyenge csapat, jó eredmények csinálsz most is, és első negyed bízom, mi itt biztos vagyunk, de Debrecen akar csinálni maximális, minden játékos 100%. Ez volt teljesen normális. Utána, amikor mi kaptunk saját ritmus, és indulunk saját, mit mi tudunk játszani, ez volt, fordítuk az eredmény, és végül is nyertünk. Nálunk ez volt kötelező győzelem, nem volt nálunk Borisov, nem akarok kockázni, és sérült. Norfleet ez vissza nem a régi ritmus. Ez a jó meccs volt, de kaptad vissza a saját ritmus, hogy játszott. Többi játékosok íze kicsi fáradtság volt, és megint most a két nap után megyünk Szolnokon játszani FIBA Cup. Ez a program nagyon sűrű és nehéz. Boldog vagyok, nyertünk idegen pályó. Itt biztos bízom benne, amikor visszajön a két játékosok, de sok csapatunk van most, nagy gond. Debrecenben nagyon jó, és gratulálok a Debrecen, az ilyen óriási elme van. A Falco győzelmének köszönhetően továbbra is a tabella harmadik helyén áll. A szombathelyek legközelebb kedden lépnek pályára, mégpedig FIBA Európa Kupa mérkőzésen a Szolnok otthonában. Kedves nézőink, gyorsan elmondanám még egyszer, tehát az SMS számunk, amire várjuk az üzeneteket, 20-as 507 31 81, a mai nyeremény pedig egy szezonbérlet a Sviteszki Adásra és a futszál csapatának. Van amennyi hazai mérkőzésére, lesz rájátszás és remélhetőleg felsőházi rájátszás. És akkor most gyorsan idéznék önöknek egy hivatalos dokumentumból. Szombathely sportjáért életműdíj adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át, de legalább 25 éven keresztül a testnevelés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végzett, és munkájával közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja, ezt 2017-ben Lengyák György kapta, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szia, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a aréna nézőit, és nagyon boldog vagyok. Én pedig nagy tisztelettel gratulálok neked, mert tényleg azzal illik kezdeni, és nem kérdésekkel, de azért azt megkérdezném, hogy fogadtad ezt az elismerést? Őszintén megmondom, nagyon-nagyon váratlan volt, és nagyon-nagyon boldoggá tett, amikor polgármester úr levelét fölbontottam, mert én teszem a dolgomat, és nagyon-nagyon váratlanul, mert tudom, hogy kik kapták meg korábban ezt a nagyon megtisztelő díjat, Szombathely sportérdemérem díjat. Ugye szakmai vezetőként a Magyar Atlétikai Szövetségben is dolgozol, emellett pedig ugye vezetőedzőként a Hadás VS-ek kötelékébe tartozol. Ez a jelen. Viszont... Igen. Viszont 1972-ben kezdődött. 1972-ben. Akkor volt a központi sportiskola, és vidéken megalakultak sportági sportiskolák. Nagykanizsán is egy ilyen atlétika sportági sportiskola alakult meg, amelyik fél évig működött vezető nélkül, és hát akkor tértem át a kézilabdára, az atlétikára, és nagyon hamar olyan eredményt értem el, ugrottam, amire felfigyeltek az Atlétika Szövetség vezető is, és hát így kaptam a felkérést, hogyha vállalom azt, hogy végzem a lépcsőket, edzői tanfolyamokat, akkor felkértek, hogy vállaljam el. Én nagyon örömmel tettem eleget, és így 1972. novemberétől foglalkozom ebben a gyönyörű sportággal, ami hát az életem lett
végül is az atlétika. 1988-ban költözte ugye Vasmegyére, Körszegre, és akkor utána következett a zöld-fehér időszak és a haladás, a szombathelyi időszak? Nem közvetlen, végül is, mint versenyzőnek igen, mert azért költöztem ide a környékre, mert a haladás veterán atlétái, szenior atlétái, Homonnai Feri azt mondta, hogy gyere a környékünkre, mondom, jó, akkor oda megyek. És így jöttem, úgyhogy én nem edzőként jöttem a haladáshoz, hanem mint szenior versenyzőként, és távol hármasugrásban apró díjakat nyertem, és végül is az Európa-bajnokságon ötödik lettem távolugrásba, de hármasugrásba szerettem volna jobban szerepelni, csak hát volt egy ahilles sérülésem, ami megakadályozta, hogy oda tudjak ma hármasugrásba állni. De végül is hármasugrásba tartom azóta az országos szenior csúcsot 13.87-tel, ami lassan 30 éves már. Elkerülhetetlen, hogy megkérdezem ezek után, hogy lényegében arra vagy büszkébb, amit versenyzőként elértél? Nem. Vagy inkább arra, amit a versenyzőid elért. Igen, ez nagyon érdekes, hogy atlétika sportágban, ugye a kivétel erősíti a szabályt, de atlétika sportágban a középszerű versenyzőkből lesznek a nagyon jó edzők. Végig lehet menni tényleg, hogy nemzetközi szinten, akik ott voltak olimpián, dobogón vagy világbajnokságon, azokról egy-kettő jó edző van. Ez ma is egy kezemen meg tudnám számolni azoknak az edzőknek a számát, akik ők maguk világhírű versenyzők. Egy kivétel Szombathelyen van, mert Németh Zsolt világbajnoki ezüstérmes volt, de tényleg az országban nagyon kevés. Talán azért, mert aki nem tehetségből éri el azt az eredményt, hanem küzdeni kell azért a középszintű eredményekért is, az jobban meg tudja becsülni minden apróbb eredményt, és így tud a fiatalokhoz is állni. Nagyon rossz az a hozzáállás, hogy én így csináltam, és ilyen könnyedén jött, és akkor próbálom, hogy hát ha majd a fiatal... Nem, az nagyon, nagyon meg kell küzdeni minden általában mondom, mert azért vannak nagy tehetségű versenyzők, de általában ahhoz, hogy valaki a világ élvonalába oda kerüljön, vagy akár nemzetközi szintre, azért bizony keményen meg kell dolgozni. Én, hogy azt mondtam az elején, hogy nagyon boldog vagyok, én azért vagyok boldog ember, mert azt végzem, azt teszem, amit szeretek. Látom, nagyon egybe vagy tényleg, ez sugárzik belőled. Amiket ideig elmondtál, akár akkor úgy is lehetne fogalmazni, hogy ezek lehetnének az edzői hitvallásod is, de gondolom azért neked is megvan a magad arszpolitikája, hogy mi az, amit a leginkább át akarsz adni? Én nagyon sokat szeretnék átadni. Most ahhoz, hogy sokat át tudjak még most is adni, ahhoz sokat kell tanulnom is. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy előfordulok, mint vezető világversenyeken. Rettentő sokat dolgozom világversenyen, nem azzal, hogy istápolom az általam vezetett versenyzőket, hanem mindig kint vagyok az edzőpályán, és figyelek mozgásokat, figyelem a futóiskolákat. És figyeld a sporteszközöket, ugye? Mert amúgy sporteszközöket is beszéltünk is. Igen, azokat is figyelem, mert de a sporteszköznek a gyártása is abból adódott, hogy láttam, hogy a versenyzőknek mi kellene ahhoz, hogy bátrabban odaálljanak, és így jött a műanyag gát is. De büszke vagyok arra is, hogy a nagyon egyszerű sportszert egy autó belsőbe megtömött homokkal, megtömött autó belsővel ragyogóan lehet erősíteni, és tényleg arra vagyok büszke, hogy mikor az aténi olimpiára kijutott a magyar kézilabda csapat, akkor a Skalinszki felhívott, hogy te tudod, amit Dunaújvárosban hoztál azokba a nyakba tehető autó belső megtömött gumival megtömött homokzsákba, abból kellene néhány most az utolsó felkészülés szakaszban, mondom, mire kellene? Hát azt mondja, holnap után indulunk Tatára, Kasper István segített nekem, aki most a Honvéd Akadémián tanít, ő segített nekem, és bizony két nap múlva ott volt a 12 darab homokzsák, amit kért a férfi kézilabda válogatott, és mikor megjöttek, akkor megkaptam a köszönetet, hogy ugye a negyedik helyet érték el az olimpián, és hogy az én homokzsákjaimmal készültek fel. Ez mindahhoz tartozik, hogy gondolkodok, és próbálom minél
könnyebbé tenni a versenyzőknek a helyzetét. Most amit kérdeztél a hitvallásom, rengeteg videót és rengeteg CD-t is készítettem edző kollégáknak, és én mindig azt írtam rá, ami a hitvallásom is, hogy türelemmel és szeretettel oktasd, alázattal szolgáld a sportok királynőjét. Ez a én intelmem a fiatalabb edzőkhöz, meg a kollégáimhoz is. Ebből akár szállója is lehet, annyi. Nem tudom. Annyi tapasztalat és annyi pozitívum van ebbe bent, tényleg ebben a bővített mondatban. Ebben a jó pár esztendőben, amit te dolgoztál, ugye nem tudom, érdemes megkérdezni, hogy vannak-e olyan sportolók, vagy olyan eredmények, akikre szívesebben emlékszel, mint a többiekre, vagy úgy Cuzánmen mindenre szívesen emlékszel. Én arra tippelek, hogy mindenre szívesen emlékszem. Én szívesen visszaemlékszem, de talán ugye ez úgy jött össze, hogy 3x 15 év. Ez így jött össze, a 45 éve edzősködöm, és az első 15 év Nagykanizsán. Ott nagyon-nagyon szívesen emlékszem az első országos bajnokságomra. 1978. május 26-án, még azt is tudom percnyi pontossággal, hogy 14 óra 20-kor volt a döntő, amikor a serdülő csapatom az országos váltóbajnokságon megnyerte. Az volt az első országos bajnokságom. Nagykanizsáról nagyon szívesen emlékszem, mert aztán jöttek a kőszegi. Nagyon szép évek. Ott annyi versenyző volt, talán én arra vagyok büszke, a kőszegi eredmények, majd néhány nevet említenék, de arra vagyok büszke, hogy akik velem eljutottak országos bajnokságra, és néha találkozom velük. Az 28 körül, aki országos bajnokságon döntősek voltak, hogy mai nap egyik sem cigizik. Na most, hogyha csak ezt veszem alapul, már az is egy szép eredmény, és akkor sorolhatnám mellette a Kócián Csillát, az Alexin Tamást, a Moldoványi Áron, aki elindította a kőszegi sikereimet azzal, hogy serdülőként, 13 évesként két bajnokságot nyert. Aztán az is egy csodálatos eredmény volt, amikor hát Kőszegen egy futószalagon edzettünk, ott futottunk neki távolugrásnál, és ez a csapat megnyerte a serdülő csapatbajnokságot. Alexin Tamás, Moldoványi Áron, Sipos Norbert. Ez is csodálat. És akkor Kőszeg befejezéseként Kasper István, aki eljutott a junior világbajnokságig. Akkor még volt ilyen, hogy szponzori szinten lehetett eljutni. Magyarul, hogy nekem össze kellett gyűjtenem nem kevés pénzt ahhoz, hogy István ott tudjon lenni a jamaikai világbajnokságon. Na most olyan nagy volt az összefogás. Nem csak Kőszegé, mert Vas megyi összefogás, mert Szombathelyről is nagyon sok támogatót kaptunk, hogy majdnem nekem is összejött. Ki tudtam volna menni egy kis saját pénzzel, mert annyi összejött, és végül is repülőjegy probléma miatt nem tudtam kijutni, úgyhogy Kasper István képviselte hazánkat akkor a 110 méteres gátfutásba, és elődöntőbe 14. helyet érte, tehát a junior világbajnokságon 11. volt. Ez volt az első nagy sikerem. De közben már megkeresett Majc Anitának a nagynénye, hogy szeretné, hogyha foglalkoznák a kislányával, a unoka testvérével távolugrásba, és akkor kötődtem már a haladáshoz, mint edző. Társadalmi munkát, így mondják, de most mondom, önkéntes edző volt a Majc Anitánál, és közben meg Járai Melinda keresett meg. Nagyon büszke vagyok. Járai Melinda volt nekem az első felnőtt válogatott versenyzőm, aki celjébe állt oda a magyar csapat 800 méteres futásába, és nagyon büszke vagyok rá, hogy mind válogatott egyéni csúcsot futott ott. Aztán jött a szombathelyi sportiskolás időszak, és nagyon boldog vagyok, hogy bekerültem egy olyan helyre, ahol lehetett dolgozni. Ragyogó műanyag pálya, volt egy használható 86 méteres futófolyosónk is, és úgy jöttek az eredmények, hogy amire nem számítottam. Emlékszem rá, Nagykanizsán olyan csodálatos volt, hogyha 10 év alatt egy országos felnőtt bajnokságot nyertünk. Itt meg
haladásnál sorra jöttek azok az eredmények, Móricz Bálintól, a Kása Tibitől, Juhász Lilla utánpótlás csúcsától, és sorolhatnám a mostaniakat, amit idén elértünk. Sorol gyorsan, még egy pici időnkben sorol. Nagyon-nagyon gyorsan sorolom. Az idén nem volt felnőtt, olyan felnőtt versenyző, aki oda tudott volna állni. Mert a Kása Tibi már nálunk kicsit, viszont az, hogy egy felnőtt országos bajnokságon 400 méteren második Jagodics, harmadik Bodabordizsár és hetedik Sárközi Dominik, tehát három haladásos versenyző ott tudott lenni a döntőben, 400 méteres csodálatos, és nem volt felnőtt versenyző, mégis volt kettő, aki az LK csapatba képviselte Magyarországot, a felnőtt LK csapatba, a Bodabordizsár és a Jagodics Denisz. Nagyon-nagyon boldoggá tettek ezzel engem. Te meg boldoggá tettél minket, mert egyrészt ezek az eredmények tényleg olyanok, hogy le a kalappal előtte, másrészt nagyon jó volt hallgatni. Nagyon sajnálom, hogy a műsoridőnk véges. Én még hosszú órákig hallgatnám ezt a beszélgetést, ezt a mesélést inkább erre azt mondanám, mert azt hiszem bőven van mit összegezni. Igen, nagyon köszönöm. Legvégül további jó egészséget kívánnék neked, még egyszer gratulálok, és akkor szeretném azt, hogyha akkor a következő 15 éves fázis után a következne egy olyan összegzés megint itt a stúdióban, amikor a sikerekről beszélgethetnék. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és boldog vagyok. Köszönöm, boldog ember. Jó neked akkor. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Azt kívánom önöknek, kedves nézőink, hogy minél több olyan boldog ember legyen önök között is, mint amilyen Lengyák György. És olyan sikeres, mert ahhoz, hogy egy ilyen sikert, egy ilyen díjat elérjen, ahhoz tényleg nagyon-nagyon sokat kellett tenni, és önöknek is sokat kellett tenniük ahhoz, hogy most nyerhessenek, egészen pontosan annyit, hogy minél több SMS-t kellett küldeni. De mielőtt még sorsolnánk, gyorsan nézzük meg azt, hogy az asztali teniszezőink, egészen pontosan az ifjúság és a serdülő asztali teniszezők hogyan szerepeltek a szombathelyi versenyen. Ötödik alkalommal rendezték meg szombathelyen az ifjúsági és serdülő asztali teniszezők nagy nemzetközi erőpróbáját, melyen ezúttal 55 ország több mint 300 sportolója fogott ütőt. A 8000 dollár összdíjazású viadalra a kínaiak kivételével a két korosztály szinte teljes élmezőnye nevezett, így pedig előre borítékolható volt a rendkívül magas színvonal. Én úgy gondolom, hogy a színvonalra, hogy az előző évekhez is viszonyítjuk, nem lehet panaszunk, tehát számos ázsiai versenyző vett részt a versenyen, és ők abszolút az élmezőnyhöz tartoztak, de Európából is nem is a teljes élmezőny képviseltette nyilván magát, de számos olyan versenyző, aki ott van az élbolyban, és szóval én azt gondolom, hogy a magyar fiataloknak is ez egy olyan lehetőség volt, amikor európai és ázsiai játékosokkal találkozhatnak, akik magasabb szintet képviselnek, és hozzájuk látják, hogy hova kell fölnőni. Mit jelent a magyar asztalinszte számára az, hogy évről évre, most már 5. esztendejét Szombathelyen meg tudják rendezni ezt a versenyt ilyen versenyzőkkel? Hát szerintem többszörös funkciója van egy ilyen rendezvénynek. Egyrészt nyilván építi a magyar asztalitenisz imidzsét a világban, és jó hírét viszi az összes versenyző, aki itt volt ennek a versenynek. Talán nem véletlen az, hogy évről évre nagyon magas létszámban térnek ide vissza rendszeresen a különböző nemzetek játékosai. Hát a másik fontos szerep az pedig az, hogy sokkal több magyar játékosnak nyílik lehetősége ezen a versenyen keresztül megismerkedni az európai élvonallal. Gyakorlatilag házhoz jön az európai élvonal, meg az Ázsia egy része. Ilyen hazai rendezésű versenyeken a szövetség jogosult arra, hogy sokkal magasabb létszámban indítson magyar váltott játékosokat, mint egy bármilyen más országban megrendezendő verseny esetében. Tehát itt olyanok is szerepet kaphatnak, akik egyébként nem volna esélyük a vállalatot színeiben fellépni. És ez nem csak a játékosokra igaz, hanem az ő klubedzőikre is, mert nagy számban vonjuk be őket is ilyenkor. Tehát ők is test közelből látják, hogy hol tart a világ, és milyen irányba kell menni a mindennapok felkészítése során. A verseny két utolsó napjára Szombathelyre látogatott a sportág egyik ikonja, a négy világbajnoki címet is magáénak tudó Jónyer István, aki elismerően nyilatkozott a kései utódok teljesítményéről. Amikor én ilyen idős voltam, vagyis ilyen fiatal, akkor én még nem tudtam semmit. Ezek a gyerekek már szinte mindent tudnak. Most még csak fel kell majd keményedniük, meg egy kicsit okosabban kell játszani, meg egy-két alapvető dolgot még el kell sajátítani, de már fantasztikusan játszanak.
Ugye ahhoz, hogy egy klasszist ki lehessen, csúnya szóval mondva, termelni, ahhoz óriási szerencse kell. Mi kell ahhoz, hogy egyszerre három legyen, hogy olyan világbajnok csapatunk legyen, mint amelynek ön is tagja volt? Hát ez nagyon nehéz kérdés, de ennek nagyon össze kell jönni. Egy nagyon jó edzői stábnak, egy nagyon jó alany kell hozzá, aki abszolút lojális a saját sportágával szembe, és olyan akarat erőt képviseljen, mint talán azt mondhatom mi annó. Egyébként mi a vélemény a jelenlegi tendencia, mi, tehát az európai játékosok, a magyar játékosok hogyan tudják felvenni a versenyt az ázsiaiakkal, mert annak idején, hogyha jól emlékszem, önök éppen a kínaiakat verték meg a döntőben. Igen, azt hiszem egy kicsit nehéz, mert ez a mostani játék rendszer, amit kitaláltak, ez talán nem nagyon szerencsés 11 poénig. Igazából nem jön ki nagyon a tudásbeli különbség. Sok közepes játékos meg tud verni jókat, viszont nagyon gyorsan ki is lehet kapni, ha egy picit valakinek rossz napja van. Én ebbe talán szettet sem nyernék ebben a mai játékba. Szerintem a legideálisabb az 15 poénig lett volna, három szervával. Én talán ez nekem az én, hogy is mondjam, realitás alapom, hogy így lett volna egy kicsit normálisabb. A 21 az már tényleg hosszú volt, de ez a 15-ig három szervával az sokkal jobb. A kínaiak ellen pedig nagyon nehéz ebben a mai játékban, mert sokkal gyorsabbak, mint mi vagyunk. Ezekkel a labdákkal nem lehet olyan farsot pörgetni, hogy egy kínait mondjuk kipörgessünk, és ezért ők gyorsasággal meg szinte ledarálnak minket. A versenyen 36 magyar játékos indult, akik közül egyértelműen a serdülő fiúk szerepeltek a legjobban. András Csaba és Bot Olivier csapatban arany, míg párosban ezüstérmes lett. A fiúk parádés eredménye mögött rengeteg munka, lemondás van. Lassan 9 éve pingpongozom, már 6,5 éves koromban elkezdtem. Hát sok lemondás jár az egészen, mert nem tudok találkozni a barátokkal, osztálytársakkal. Sokszor nagyon ritkán összefutok velük, de úgy nem tudok komolyabb kapcsolatot velük teremteni. Igazából szülőkkel vagyok, nagyszülőkkel, meg családtagokkal vagyok sokat. Igazából, de velük is egyre kevesebbet a versenyek miatt, de szerintem nagyon sok időt igénybe vesz a pingpong. Mi a cél? Mit szeretnél elérni? Mert ugye példaképből gondolom bőven van a BVSC óriási múlttal rendelkező egyesület. Hát én később szeretnék elég szép eredményeket, például Európa-bajnoki címeket utánpótlásban. Ha így a tényleg jövőt nézzük így most, ami előttem van. Ifjúságiban egy aranyérem Európa-bajnokságon és egyéniben, és párosban vagy vegyes párosban szintén, vagy egy ezüst, vagy egy bronzérem, egy érem. A két magyar fiatalember remek csapatot és párost is alkot egyben, ennek titka pedig az összeszogottságukban rejlik. Szerintem az összehangoltság, hogy mennyire ismerjük egymás játékát, az nagyon fontos lehet, hogy milyen labdát kaphatunk vissza. Szerintem inkább az, hogy mennyire ismerjük, milyen labdát kapunk vissza, és mennyire tudunk összehangoltan játszani. A Magyar Asztali Tenisz Szövetség már a 2018-as esztendőre is elnyerte a nemzetközi korosztályos verseny megrendezésének jogát. Remélhetőleg ismét az Aréna Savária lesz majd a helyszín. Kedves nézőink, már csak egy villámgyors sorsolásra van idő, gyorsan nézzük, hogy ki nyeri a szezonbérletet a futszál meccsekre. Sok SMS jött, köszönjük szépen, tehát a nyertes pedig 30-812-15-17-es számról küldte az üzenetét. Köszönjük szépen és gratulálunk neki. Én pedig kollégáim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket itt a Szombathelyi Televízióban. Hamarosan a híradó ismétlése következik majd. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!